itt a Fradi elleni végül elveszített magyar kupa döntő után beszélgetünk. Ugye ez egy 60 perces meccs volt, ami a ti nézőpont szemszögetökből 50 percig mondhatni elég jól nézett ki. Mi történt szerinted addig, és mi történt utána a hajrában? Én nem tudom, én nehéz amúgy egy ilyen meccs után bármit is mondani. Hibáztunk többet a második fél időben, mint kellett volna. A Fradi meg türelmesen végigjátszotta azt, amit tud, vagy gondolom, amire készült. És meg tudták fordítani akkor a mérkőzést, amikor a legjobban szükséges volt. Mikortól érezted azt, hogy hoppá, itt baj is lehet? Hát nem is tudom, ez olyan meccs volt, hogy végig ilyen fej-fej mellett itt, tehát ilyen meccsen igazából bármi megtörténhet, szóval bennem nem volt ilyen érzés, hogy hoppá, itt baj lesz, mert én végig hittem abba, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nyilván amikor pörögtek le a másodpercek, és még mindig kettő volt a Fradinak közte, akkor már nyilván jött az érzés, hogy nem szeretném, hogyha letelne ez a 60 perc, de sajnos így alakult, és gratulálok a Fradinak, mert nagyot küzdöttek. Igen, itt lóg már ez az ezüstérem a nyakadban, lehet majd ennek később örülni is, vagy ezt nem lehet annyira értékelni? Ez nehéz, mert ugye most a harmadjára sorba, és ugye itt az is azt is szerettük volna, hogy úgymond visszavágjunk a Ferencvárosnak, de nem sikerült. Az átok, kupa átok a Győrön? Hát nem mondanám kupa átoknak, mert most idén a bajnokságban is kikaptunk tőlük. Azt gondolom, hogy nem tudom, hát így alakult egy döntő, azt gondolom, hogy ilyen csisszesen kell, hogy alakuljon, és sajnálom, hogy ismét a Fradinak a javára. Ez van. És mi lesz most? Ugye ti a BL-ben még kicsit pihenhettek, fókusz ezzel a bajnokságra? Természetesen megy tovább a bajnokság. Ameddig nem jön a BL, ameddig nem alakul ki, hogy ki lesz a következő ellenfél a Bajnokok Ligájában, addig természetesen a bajnokságra fogunk koncentrálni. És el tudod-e azt képzelni, hogy itt az utolsó szezonodban esetleg trófa nélkül zárt? Nem szeretnék ebbe belegondolni, szóval én nagyon remélem, hogy nem így fog történni.